van még tartalék? Lesz még? Mert hát az ember fölött eljár az idő, és talán az ötletekből is kifogy, vagy nem? Nem, az ötletekben nem lehet kifogyni, mert én olyan ember vagyok, hogy nem bírok a finoman szóval fedekeben ülni. Nekem állandóan vannak gondolataim, és éjszaka is, álmomban is, nem álmomban, vagy fél álomban szoktam egy ilyen kvázi dalszöveget írni. Az egy másik furcsa dolog, hogy megjegyzem pontosan azt a tömeg 8 sort, megjegyzem, és nem jól, hanem most reggel úgysem fogom elfejteni. De elfelejtem reggel. Akkor kitaláltam magamnak azt, hogy van ilyen diktafon, és akkor amikor eszembe jut, akkor rámondom a diktafonra, hogy az ágyban, és akkor reggel fölkeltem, és az volt rajta, hogy ilyesmi volt rajta. Tehát azért mondom, ez nagyon nehéz, meg hát esténként kiülök a konyhába, és akkor a konyhába is szalvettel írom a gondolataimat. És gondolat mindig van, mert ha most mondasz nekem, akár, hogy beszélgetünk, és lesz benne egy olyan mondat, ami megmarad bennem, akkor abból lehet egy dalszöveget írni. És annyi minden körülvesz minket, hogy bármiről lehet dalszöveget írni. Ha megvan az első mondat, ha az első mondat megvan, és azt elkezded kibontani, az már egy jó dalszöveg. Az egy jó dalszöveg. Na most visszatérve, hogy van-e muníció, vagy nem. A Kormoránnal talán 4 évvel ezelőtt, még a pandémia előtt csináltuk meg közösen az utolsó, kvázi közös lemezünket. Azóta én szerzői anyagokat készítek. Megmondom, bármilyen nevetségesen hangzik, általában 200 példányban szoktam kiadni. Abban a 200 példából, akik közreműködők megkapják, van egy protokollista, megkapják, és akkor a maradék, mit tudom, egy 55 000 szoktam ajándékozni, és ennyi. Tehát nincs értelme, mert ez a úgynevezett hanghordozó piac, ez megszűnt. És megint csak itt van, hogy megint ott van a világháló. A világháló, és megint visszatérünk arra az agymosás, meg az év, meg a szponzoráció, aki fönn van a világhálón, és van, mit tudom én, 3 000 követője, vagy 15 000 követője, esetleg 100 000 követője, az a 100 000 követő állandóan azt hallgatja. És akkor megnézi a szponzor, hogy ennek a zenekarnak, ennek az énekesnek hány követője van. És az a követők akkor magához húzza, vagy szponzorálja a zenekart. A zenekar, mivel szponzorálva van, ezért sokkal nagyobb koncertet tud adni. Tehát a dolog önmagát gerjeszti, és a világhálót nem tudod megszüntetni. Nem tudod megszüntetni. Azt nem lehet fölrobbantani. Hát érted? Szóval ez nem olyan, mint a, bocsánat, az olaj vezeték, amit föl lehet robbantani. A világhálót ma már nem lehet fölrobbantani. Egyszerűen azért, mert mindenkinek szüksége van rá. Mindenkinek szüksége van rá, és azért nem, mert ha fölrobbantja, akkor magával szúr ki. Tehát el lehet vágni az üveg kábeleket a föld alatt, mindent meg lehet csinálni, vagy hát gondold el, ha most telefonálsz itt nálam, fölhívsz engem, akkor a te telefonod fölmegy a világűrbe, az onnan jön vissza hozzám, pedig egymás mellett ülünk. Tudod? És akkor most csak példaképpen mondom, egy iskolában, hogy miért nincs tanítás, miért nem olvastak verseket. Ott egy osztály, és akkor egymással úgy beszélgetnek, miközben a tanítóbácsi földrajzt akar tanítani, vagy kémiát, vagy fizikát, vagy bármit, hogy közben csetelnek egymással, és akkor, de ott ülnek egymással a két padba, és egymásnak üzengetnek, így beszélgetnek. Hát most akkor el mit tudsz mondani? Meg mit tudsz mondani? Hát a világ ilyen, ezt tudomásul kell venni, én nem adom fel, amíg én bírom, én azt szoktam mondani, a koposról most ki fogok adni még egy demo felvételt, hogy ezt csináljátok meg. Szóval én így vagyok ebben a dologban, nem fogom abba hagyni. Mert egyszerűen azért, mert annyi impulzus érni az embert a világban. Gondolj bele, hogy amikor jött ez a migráns válság, akkor készítettem egy olyan zenealbumot, az a cím, hogy hazádban nem lehetsz idegen. Tudod, mert valójuk meg őszintén, a világ így fordul ki, hát nézd meg Németországban, hány százalékban vannak már kvázi immigránsok, Svédországban, Angliában, Franciaországban, már több generáció nőtt fel, úgyhogy már ott születtek a unokák is. Tehát egyszerűen egy német polgár
egyszerűen idegen lesz a hazájában, mert többségben lesznek azok, akik nem ott születtek. Ez nem, bocsánat, nem bírálat velük szemben, mert indiai orvos azok Magyarországon is operálnak, és profi orvosok, de aki most átjön a határon, az egyik se atomfizikus. Egyik se atomfizikus, egyik se orvostanhallgató, stb. És onnantól kezdve te pontosabban tudod, mert újságíró vagy, rádiós vagy, pontosan tudod, hogy ezek az emberek átjönnek ide, és segélyből élnek, olyan segélyből élnek, hogy az én egyik nagyon-nagyon kedves orvosbarátom most ment nyugdíjba, és a ő nyugdíja pedig 40 éve a legismertebb magyar urológus volt, és millió embert megoperált, és könyveket írt róla, sőt, külföldre is lefordították. Ennek a nyugdíja az kevesebb, mint egy segéd kap egy németországi migráns. Gondolj bele, és minden migráns, érted, hogy hívják be, Nike cipőbe jön át, meg mit tudom én, milyen jackikbe jár, és ott van a kezében az okostelefon. Na most akkor erre mit tudsz csinálni? Oda jön, ott marad, és utána még jön a következő, akkor előbb-utóbb, mivel ott van, állampolgár is lesz előbb-utóbb, akkor hozza a családját is. És innentől a dolgot nem tud megállítani. Ez most nem rasszizmus az én részemről, mert bejártam a világot, jó, inkább Európát inkább. Tehát koncertezni nem voltam mondjuk tengeren túlon, se délen, se vagy mondjuk egészen nyugaton, de hát ebben számolni kell, és ezek egy teljesen más kultúrát hoznak magukkal. És így az európai kultúra lassan el fog halni. Tehát az egy teljesen más dolog, hogy ki van tiltva Shakespeare, vagy átírják Shakespeare-t, vagy nem lehet, mit tudom én, Rimsky-Korszakovot, vagy Csajkovszkit játszani egy koncertterembe. Most ez már politika, ez a világ legnagyobb hülyesége, de Európa ebbe a zsákutcába fut bele. És Európa gyakorlatilag tönkreteszi önmagát, tehát most azt kell mondanom, bármennyire is durva, hogy egy Európa haláltáncát fogjuk még mi megélni. Ennyi. De ez nem arra vonatkozik, hogy én nem hagyom abba, hogy addig, ameddig lehet, fogom mondani a magamét. És mivel mondom a magamét, és abban kezdtem, hogy rengeteg impulzus éri az embert, tehát a hazádban nem lett idegen, akkor született, amikor elindított a migránsválság. Magyar lenni hivatásunk az meg akkor született, amikor elkezdtünk folyamatosan járni Felvidékre, meg éreztük azt, hogy nekünk a magyar, az nekünk nem csak hazaszeretet, nem csak az apánk, anyánk, nem csak a családunk, hanem az egy teljesen más szint. Az egy hivatás. Ahogy a zenésznek is lenni hivatás. Amikor megkaptam a Kossuth-díjat, akkor azt mondtam, hogy nekem innentől kezdve felelőssége van. Ezért a népért, ezért a hazáért, a családomért, meg a barátaimért. Tehát nekem ez már felelősség. Felelősség is, meg sok minden más is, ami ezt tartozik. De mindenképpen, amit te kérdeztél, az tényleg egy felelősség. És nem szabad abba hagyni, és azt mondod, hogy most akkor kiülök a kertbe, aztán nézem a naplementét, meg a napfelkeltét, vagy kaszálok a izébe, a kertembe. Ez is egy megoldás, tudod? Hozzá kell tennem sok embernek, ez a legnagyobb ajándék az életében, mert lenyom 60 évet iszonyatos melóval, és 60 év után akar élni még 20 évet úgy, hogy nem kell avval foglalkozni, hogy mi fog megélni, hanem foglalkozhat avval, ami ennek kéne lenni az egész életnek, tehát az első 60 évnek is ilyennek kéne lenni, azt megkapja az utolsó 10-20 évben.